Volt, aki ugrott, volt, aki óvatosan ereszkedett a Dunába Paksnál a víziszínpad is tégről. Egyenként indították az úszókat, akik 200-an voltak, hogy teljesítsék úszódig a 7 kilométeres vagy kalocsáig a 15 kilométeres távot. A budapesti Duna átúszást szervező csapat tagjai tavaly döntötték el, mivel úgy látták, nagyon sokan szeretik a nyílt vízi úszást, hogy szerveznek egy országos bajnokságot. A 2019-es ötlet nem valósulhatott meg az elmúlt évben a pandémia miatt, így idén rajtolt el először a megmérettetés. Az első helyszínünk, állomásunk a Balaton volt, Balatonfűzfői öböl, 3,9 kilométeren, az volt június 26-án, ma vagyunk itt július 17-én Pakson a Dunában, 7 és 15 kilométeren, és Gyékényesre megyünk augusztus 21-én, ahol szintén 3,9 kilométeren indulhatnak majd a versenyzők. A 15 kilométert limitálnunk kellett, azt le is lezártuk elég korán, ugyanis Kalocsánál hídépítés folyik, és ezért nagyon sok óriási potró és építő hajó jármű állomásozik, ezért az úszófolyosót bejebb kellett húznunk a fősodorba, és ezért kérte a rendőrség, hogy csökkentsük a létszámot a hosszú távra. Emiatt sokan nem jelentkeztek, illetve átjelentkeztek a 7 kilométeres távra. A versenyre összesen körülbelül ilyen 200 fölötti résztvevő, plusz a helyszínregisztrációk. Ból majd láthatjuk, hogy pontosan hányan jelentkeztek, vagy hányan vettek részt. A paksi Daróczi Virtus úszás kitalálója Gyulai János 2015 óta nem tudta megtartani a Virtus úszást, így továbbadta a szervezés lehetőségét a budapesti gárdának. Ezúttal az országos bajnokság paksi állomása ennek a folytatása is. Az ország minden szegletéből érkeztek Paksra a nyílt vízi dunaúszásra, még profi válogatott úszók is. Én a 7 kilométeres versenyszámba fogok indulni. Hát igazából nem készültem ez ilyen, igazából ilyen örömúszásnak hívom, mert nagyon szeretek nyílt vízen úszni. Hát olyan 1 óra 30, 1 óra 20 perc alatt le szeretném azért úszni. 23 fokos a víz, ha jól tudom. Ilyen 4 kilométeres sodrása van, ami szerintem teljesen jó is. Hát ugye egy ilyen versenymedence az ilyen 26 fokos, szóval szerintem ez teljesen kellemes lesz. Ahhoz, hogy ilyen közepes tempóban leúszuk, teljesen jó szerintem. A rendezvény beharangozója nagyon vonzó volt, nagyon szép képeket lehetett látni a Dunáról, és azért a Tisza mentéről a Dunához eljönni azért egy kaland, egy másik fajta jelleg, másik jellegű kihívást jelenthet számomra. Medencében készül az ember, tehát a nyílt vízi úszást tekintetében ezek mind-mind hirtelen bevállalások, kalandvágy hajt, hogy kipróbáljam ezt a 7 kilométert. Megtetszett az egész, hogy három helyszínen volt, és akkor mondom, egyet olyan jó lenne kiválasztani, amit meg tudok csinálni, és akkor így választottam ki Paks, hogy a Duna, és akkor utána, tehát szeretnék majd elmenni a Balatonra, meg a Tiszára, és akkor, hogy így a három meg lenne, hogy a Duna, Tisza, Balaton. A Dunán 10 mentőhajó és 20 evezős garantálta a versenyzők biztonságát. A paksi megmérettetésen mindkét távon profi versenyzők lettek a győztesek. A bajnokság végén a nyílt vízi úszás férfi és női bajnoka cím kerül majd átadásra. Azok közül, akik mindhárom helyszínen, azaz a balatoni, a dunai és a gyékényesi tóúszáson is jól teljesítettek.